Üdvözlök mindenkit, szeretném bemutatni a Tóth Kertészetet, ahol Isten adja növekedést. Ez egy családi gazdaság, amit feleségemmel és én jó magam irányítunk. 7 év, ami mögöttünk van, sok küzdelem, hitkrízis, amit Jézus segítségével vittünk keresztül. Nem csak a növekedést, hanem még a virágzást is neki köszönhetjük. Bár van valamiféle szerzett tudásunk, élettapasztalat, de ez javarészt nem úgy hat, ahogy mi azt elvárnánk. A szakma úgy hív bennünket, hogy 4 évszakos termelők, bár sok évszak van, de minden évbe beleugrottunk. Ez azt akarja, hogy kora tavasszal már nőnapra készülünk, ami ezt követi a anyák napja. Ez a legszélesebb paletta, amit egy virágtermesztő termelhet. Itt a muskátli, ami főnövény, illetve az egynyáriak, ami szintén egy elég széles skálával rendelkezik. Nyáron vágott virággal foglalkozunk, ez annyit takar, hogy sóvirág, amit csokorba kötünk, illetve krémkála, amit általában ballagáskor értékesítünk. Össze pedig árvácska és cserepes krizantén, ami takarja ezt a szegmenst, illetve a szálas krizantén halottak napjára. És igazából ugye ezzel bezárul a kör. A kertészetünk számára, ami nagyon fontos, az a hitelesség és őszinteség. 2014-ben így alapoztuk meg, ennek a mottója is ez. Fontos, hogy a vevők, akik tőlünk vásárolnak, elégedettek legyenek. Ezt általában személyes beszélgetésekkor, illetve vásárláskor az arcukon jól lerajzolódik. Jó kommunikációs lehetőség is ez, ugyanis nem csak a piacon, hanem közterületeken is megfordulunk, és van lehetőség az emberekkel beszélgetni, problémákat osztanak meg velünk, és vannak néha szomorú és boldog pillanatok. Ezeket próbáljuk orvosolni. Így emlékszek, van is egy sztori a nőnappal kapcsolatban, valaki úgy akarta megmenteni például a házasságát, hogy megkérdezte, hogy mi az a virág, amivel igazából a feleség azt látja, hogy öröm és nem utálat, és igazából nem tudtam ilyen virágot adni neki, azt tanácsoltam, hogy te vagy az a virág, és neked kell úgy virágozni, hogy ebben a házasságban öröm lehessen. Szóval voltak ilyen pillanatok, meg vannak is. Egy 7 év távlatában azt mondom, hogy megérte, és már sok küzdelem, éjszakák, amik miatt én sem tudtam úgy kellően pihenni, de van jövője ennek a szakmának, és igazából az erőt nekünk a Biblia Istene adja, nagyon sokszor, mint előbb is említettem, ad erőt stresszes helyzetekben, és abban reménykedünk, hogy nem csak a helyi lakosok balkonjait és a városunk főtereit fogja díszíteni, hanem egyre több színes, örömteli szív is fog akár a virágjaink által, de a beszélgetéseink által is kialakulni. Ezt kívánom mindannyiunknak, jó magamnak is, és Isten áldjon bennünket, Isten áldja Püspökladányt és a vásárlóinkat.